Több mint 200 fogyatékkal élő tüntetett tegnap Bukarestben a munkaügyi minisztérium előtt. Elégedetlenségük oka egy olyan kormányrendelet, amely szerintük ellehetetleníti a fogyatékkal élők alkalmazását. A szaktárca ennek ellenkezőjét állítja. A feltartott feliratok némelyikén védett munkahelyeket akarunk, ez a mi jogunk, ne vegyétek el, volt olvasható. Ugyanis az új kormányrendelet megszünteti azt a lehetőséget, hogy a közintézmények és vállalkozók, amelyek legalább 50 embert foglalkoztatnak, és fogyatékkal élő alkalmazottaik száma nem teszi ki a 4%-ot, védett műhelyben gyártott termékeket vagy szolgáltatásukat vásárolhassanak. Ehelyett kötelezővé teszi a fogyatékkal élő alkalmazottak minimálbérének megfelelő összeg befizetését az államkasszába. A rendelkezés következtében pedig veszélybe kerülnek a védett műhelyek, állítják a tüntetők. Úgy látjuk, hogy a kormány azon erőfeszítése közben, hogy betöltse a kormányprogram által generált pénzhiányt, túlzásokba esik. Olyan személyek jogait érintik, akik védettséget érdemelnének a szociáldemokratáktól, nem pedig azt, hogy az utcára kerüljenek. Csép Éva Andrea, a Képviselőház Munkaügyi és Szociális Bizottságának RMDSZ-es tagja nem csak a módosítással, de annak mikéntjével sem ért egyet. Én rendkívül fontosnak tartom mindenek előtt kihangsúlyozni azt, hogy ez a kormányrendelet ez nem állja meg a helyét abból a szempontból, hogy nem volt konzultáció szervezve az érintettekkel. Azt hiszem, hogy a fogyatékkal élők, a foglalkoztatott fogyatékkal élők, akik ezekben a védett munkahelyeken dolgoznak, ők azok, akik a legjobban tudják, hogy melyek az előnyei és a hátrányai ennek a foglalkoztatási formának. Romániában több mint 700 ezer munkaképes fogyatékos él, számukra komoly nehézséget jelent a munkahelyszerzés. A védett munkahelyeken dolgozók száma rendkívül alacsony, kevesebb mint 35 ezer személyt foglalkoztatnak így. A kormány rendelete az ő munkahelyüket sodorja veszélybe.